We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Az első napom a Douglasnál, ez a Douglas életének is az első napja volt, hiszen akkor volt az első napom, amikor az első Mamutban lévő üzletünket megnyitottuk. Hatalmas buli volt, rengeteg emberrel. A Szökőkút tetejére épített színpadon sminkeltünk ketten a kolléganőmmel, és annyi ember volt, hogy dupla sorban álltak a bejárattól egészen a színpadig, úgyhogy egész nap sminkeltünk. Az első napról nem nagyon tudok beszélni semmit, mert akkor még üres volt a raktár, pár nap múlva kezdték el beszállítani az árut. Igaz, hogy én kereskedelembe dolgoztam meg raktárba is előtte, de ez teljesen új volt. Amikor én elkezdtem itt dolgozni, akkor én még egy promóteri állást töltöttem be, és pont az első munkanapomat kezdtem volna a cégnél, amikor a Mamutos üzletünkbe el kellett még kéreckedjek az akkori főnököt, a kis Zoltántól, egy Tommy Hilfiger, Tommy Girl illatfújására. Utolsó napom az illatpromoterként úgy végződött, és kezdődött el a Douglasnél a karrierem. Hát itt kiemelném, a céges karácsonyi bulik voltak, amik nagyon jó, nagyon emlékezetesek voltak. Hogyha arról beszélgetünk, hogy egy beauty street, amikor kivonultunk a plázáknak az utcájára, és a különböző márkákkal ott voltunk, és kényeztettük a vásárlóinkat. Ezek mind-mind pozitív élmények, úgy gondolom. Igazából én az embereket nagyon szeretem. Nagyon szeretek csapatba dolgozni, nagyon szeretem a vásárlókat. Fantasztikusan jó embereket sorolt velem az élet, nagyon nagy szerencsémre. Nagyon szerettem velük dolgozni, és szeretek is a mai napig. Az én munkám, mint vezető sminkes a Douglasnál, azt hiszem nagyon széles körül, nagyon sok emberrel, nagyon sok hölgyel találkozom, és az, amikor valaki beül a székbe, és szeretne egy kicsit szebb lenni, egy kicsit más lenni, mint a hétköznapokban, és én ehhez hozzá tudok járulni a sminkemmel, azt hiszem, hogy ez egy csodálatos dolog. Szóval még 20 év után is olyan, hogyha például a külföldre járok és bemegyek egy Douglas parfümériába, kívülállóként úgy figyelem az egészet, mintha az elmúlt 20 évemet nem itt töltöttem volna, kőkemény munkával, és még mindig egy varázslattal ér fel ez az egész, amit érzek néha. Szerencsém volt, mert mindig nagyon jó kollégáim voltak, és hát szóval minden nap tanulok valamit, és hát a kollégáim azok nagyon sokat segítenek ebbe. Színvonalas, exkluzív. Imádok bemenni, és ugyanúgy nézek körbe, mintha nem itt töltöttem volna majdnem elmúlt két évtizedemet. Mi lenne az az egy szó, amivel jellemezném a Douglast? Hát csodálatos és exkluzív,